egyáltalán kiáltalatlan neki. Nem volt ekkora volumenű és ilyen fontosságú beruházás. Tisztelettel köszöntöm Pesseli Zoltán képviselő urat, miniszterelnöki biztos urat, aki megtisztelt minket avval, hogy segít nekünk átadni ezt a jeles eseményt, az orvosi rendelőt. Én itt át is adnám, köszöntöm a polgármester urakat, a rendőrkapitány úrnak a képviselőjét, jegyzőasszonyokat. Ez az épület is megépült. Igen. És már nagyon régóta itt együtt működik, külön bejárattal az orvosi rendelő és a települést az önkormányzata. És talán egy érdemes egy picit az időben, nem annyira, mint amikor még iskola volt, de azért mégiscsak a 2010-es évek azért már nem ma voltak. Akkor volt egy olyan esemény, amit hajlamosak vagyunk ma már elfelejteni, de az önkormányzatok életében nagyon fontos volt. Én akkor éppen polgármester is voltam, és akkor volt az önkormányzatoknak az adósság konszolidációja. Hiszen az azt megelőző években az önkormányzatok rengeteg olyan államtól átruházott feladatot kaptak, amelyhez nem volt meg a bevételük. De érdekes volt NADAP esete, hiszen a választókerületből nem teljesen egyedülállóan, de párját ritkítóan NADAP-nak nem volt adósságállománya, nem volt mit konszolidálni. És úgy jön ehhez az épülethez ez a régi történet, hogy miután megtörtént az eladósodott önkormányzatoknak a konszolidációja, azután a kormány úgy döntött, hogy azért ők is megérdemelnének valamiféle kompenzációt, akik annak előtte nem adósodtak el. És akkor NADAP kapott forrásokat, amiből az akkor, ha jól emlékszem, éppen már a bezárás szélén álló épületet kívülről sikerült felújítani, és a közműveket, ami az ENTS-nek a legnagyobb problémáját okozta, és ezért fenyegette a bezárás, azt is akkor sikerült megoldani. Na de hát nem lett ilyen, amilyen most, de talán van kapcsolata mostani fejlesztés és az akkori között, hiszen itt is egy közvetlen nemzeti forrásból egy kormány általi támogatás biztosította azt az alapvető forrást, 40 millió forintot, közel néhány forint helyen 40 millió forintot, amivel ez a beruházás megindulhatott. Szeretném, hogyha ezzel lenne, vagy egy kulcs lesz, én ígérem, hogy mindenkinek lesz egy kulcsa ehhez az objektumhoz. Köszönjük. És akkor megkérném a képviselőtársaimat és képviselőt, hogy a szallagot azt várjuk át. Nem tudom kelleni. Szerintem van, akkor nekem legyenek kedvesek jelezni, és akkor minden igyekszik. Megvan rendelve az asztal, hétfőn érkezik. Megtaláltam, igen, 50 centis lesz, pont 190 centis, úgyhogy csalni, hogy kijöjjön egy olyan használható méretű helység, ami régen egy ilyen használható kívül vizesbokk és raktárként funkcionált, illetve a WC mögötti tér volt. Úgyhogy azt így próbáltuk meg kialakítani, illetve ugye volt egy falu TV szerver szoba, az most ott a polgármesteri hatalnak a bejárata részben, és ott is tudtunk egy picit úgy csalni, hogy a vevékenységek elfértek a másik oldalon, ami régen a váró volt. Tehát aki járt itt régen, annak egy picit olyan csalóka, hogy bejött, az ajtó is máshol van. Elugrottam két tipsz között, aztán...